évek elején nagyon lecsökkentő ösztöndíjak számára. De aztán voltak ilyen... 50, amíg azelőtt 100-150 volt. Aztán volt ilyen, hogy a Farkas Gyula például, aki markánsan jobboldali volt, ő a Hitler alatt is. Tehát voltak ilyen... Azok már német birodalmi ösztöndíjak voltak. Lehet, tehát amit a Király István kapott, a Szigeti József kapott... A Király István az még 44-ben is ösztöndíjak. Hogyne, ugye ez a Király, a Szigeti és a... Hogy hívták a tervhivatalnak a volt elnökét, a... Csicseri, hogy... Nem, a... Igen, ezek a... Tehát ők hárman voltak, és ugye van az a nevezetes történet, amikor ugye azt mondták, hogy hát nem tudjuk eldönteni, hogy mi lenne, 44-es beszélgetés, hogy hát azt nem tudjuk, hogy a mi lesz, hogy a háború után a németek, az angolok, vagy az oroszok lesznek hatalmon Budapesten. Egy biztos, hogy mi hárman biztos egyetemi tanárok leszünk, akármilyen rendszer lesz, slőn, tehát, hogy itt ez a... Tehát nem tudott olyan variáció bejönni, amelyben... Igen. De szóval még egy dolgot akarok mondani, az, hogy a népi mozgalom, tehát ez 34-35, ez pont az időszak, amikor Németh László kimegy, amikor ő történetesen véletlenül éppen az államhatalommal nagyon jó viszonyba keveredik, mert ez az új szellemi frontnak az ideje, amikor ugye a Gömbösnek sikerül a népírókat maga mellé állítani. Egy rövid időre, hamar kiábrándulnak belőle, de akkor már késő, ugye, mert akkor addig a Gömbös elérte a célját, és Németh László kinevezik a Magyar Rádió irodalmi osztálya vezető évé, és aztán utána ezt ő átadja talán éppen Keresztúrinak, vagy nem tudom kinek, tehát népi kezekben maradt tulajdonképpen. Csészabónak. Népi kezekben maradt a rádió, tehát van ez a kalandjuk a hatalommal, ez éppen 34-35-ben van. Aztán utána válnak, amikor ugye csalódnak a dolgok, akkor elmennek ellenzékbe. Németh László inkább elmagányosodik, csalódik, bezárkózik, és a többiek viszont balra tolódnak. És akkor jön a falukutató mozgalom, akkor születnek meg ezek a I és nek a puszták végétől kezdve ezek a szociográfiák. Jó, ezt akartam csak mondani, ez tehát nagyon érdekes volt. Ugye nekem az volt az érdekes benne, hogy most Gusztiról, meg egyáltalán az egész programból ebből az előadásból tudtam meg többet, mert erről a magyar szakirodalom valóban alig ír, vagy nem ír, vagy nem. Én épp ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy ugye ez a Németh Lászlói tejtestvériség, meg román-magyar, stb. Együttműködésnek, hogyha ha jól emlékszem, nem egyszerűen ez a nácizmus és Szovjetunió közöttiség, hanem általában ennek van egy ilyen elég erőteljesen nyugatellenes. Tehát egy ilyen általában a, mondjuk például a, ugye abban a szegfűvel való vitájában ott egyértelmű, hogy ott a szegfű nem azért támadja a Németh Lászlót, mert hogy neki nagyon tetszene a német birodalom, hanem mert hát azt mondja, hogy az a kultúrnemzetek természetes. Igen. Na most az a kérdésem, hogy Turániszláv parasztállam. Igen, ez a Turániszláv paraszt, igen, meg a... Igen, a parasztársadalom. Sőt, hát igen, ilyeneket is, igen, hogy ezek a paraszt népek, meg ilyen. És azt kérdezem, hogy a Gusztinak is volt-e egy ilyen nyugatellenes ideológiája, vagy, mert ugye ez egy szociológustól bizonyos értelemben még meglepőbb lenne, mert ugye az írók azok mindig össze-vissza beszélnek, mint tudjuk, de hogy egy szociológusnak minden, ő is... A helyzet az, hogy van egy csomó hasonlóság, amiről kiderül, hogy pont az ellenkező. Tehát, hogyha összehasonlítod a mai világot, a liberális az egyáltalán nem liberális, a szocialista nem szocialista. Na, ez a helyzet Romániában is, két világháború között is. Guszti egyáltalán nem volt bezárkozó. Az a filozófus, teológus réteg, Nájér Ionescu társasága, ezek voltak bezárkozóak. Mély ortodoxok, Guszti állandóan mindent elkezdett, hogy nyisson. Odáig ment, tehát először is a
Likő volt az első, mert egy évvel korábban egy diákcsoport, német diákcsoport, 30-ban, még sehol nincs Hitler, meglátogatja a kutatásaimat. Tehát Huszti mindent elkövetett, hogy benne legyen az európai grémiumokban. Uh-huh. Odaig ment, hogy 1937-ben, mert ő volt a világkiállításon a Román Pavilion kormánybiztosa, kiudvarolta, hogy Bukarestben legyen a világszociológia kongresszus 39-ben, mert két évente rendezték ezeket meg. És soha annyi ember nem jelentkezett, mint akkor. Vagy érezte, hogy valami nem stimmel a jövőt illetően, vagy Eszumi Szád bekérette előre a dolgozatokat, ki is nyomtatta, kitört a világháború, nem volt kongresszus. De az anyag megvan. Kinyomtatta se, és küldték világ minden tájára, hát mit mondjak, Párizsba, Amerikába, és ezeket a dolgozatokat, úgyhogy szó sincs arról, hogy bezárkozott volna. Azon kívül Guszti közel állt a parasztpárthoz. Csak hogy a parasztpárt pont fordítva, mint itt, vagy máshogy. Tehát a paraszt váltott a Európa felé nyitó párt, és a liberálisok a bezárkozók. Tehát azért mondom, hogy semmi sem stimmel a két ország között. Az, hogy van egyfajta ellentét, tehát hogy van az, hogy baloldali és mindenképpen rendszer ellenes román, magyar szociográfusok Gusztival közösködnek. Hát az hogy mert a Guszti és a parasztpártja állandóan reformokról beszélt. Seradóra a Károly, aki 1930-ra került torna, az teljesen ráhangolódott. Teljesen. Tehát, hogy mondjam, semmilyen ideológiai különbség nem volt. És persze kénytelen volt, tehát ha be akarta őrizni Nagy-Romániát, már pedig hát ugye ez minden uralkodó minimális feladata, akkor nyilván arra az oldalon kellett álljon, ami az ellenkező, ami a legionáris fasizmusra mozgalom, amely a Hitlerrel a revízióval tartott. Úgyhogy minden igaz, de pont fordítva. Zsuzsa, János, és utána be kéne fejeznünk, és át kell térnünk a János előadására, úgyhogy... Csak egy egész rövid kérdés, hogy voltak-e, vagy vannak-e Guszti-nak, illetve ennek a szociológiai mozgalomnak jelenleg tanítványai, vagy olyanok, akik ezt a vonalat folytatják? Azt hiszem, hogy csak én. Na, most persze tíroztam, mert én nem vagyok az egész, amit 20-30 évet csinálok, a szociológia történet. Tehát egyfajta társadalom története a Guszti iskolának. Gusztinak az volt az érdekes, hogy miközben a román kollégák állandóan arról papolnak, hogy hát mindent előbb kitaláltuk, mint nyugaton. Mindent elkövetnek, hogy Guszti-nak a módszereit, az elméletét, mondjam, ne kövessék. És hogy mondjam, majmolnak mindent, amit egyszer lehet, de nem mondják meg, hogy ez majd fel. Szóval egy teljesen agyrém dolog van. Guszti-nak voltak... az igazság az, hogy Guszti tanítványok közül kettő túlélte az 50-es éveknek, az Henri Stahl és az a Traian Szeni. De hát abban a keretben, amiben
léteztek, nem volt semmilyen hatalmuk, nem folytathatták. Legfőbb azt tudták, hogy megírták, hogy hát akkor így volt, sorry, ez úgy látszik, hogy nem működik. Nálunk a népnemzeti mozgalomnak a mai utódai általában butaságról tesznek tanúbizonyságot. A legradikálisabbak és a legtöbb jövővel talán azoknak van esélyük megbirkózni, akik ezt a posztkolonialista kritikának a jelvezetét próbálják átvenni. Tehát ha valamiben folytatódni tud, akkor ezeknek az ilyen típusú elméleteknek az igénybevétele, összenő, ami összetartozik, tehát a különféle típusú hülyeségek összenőnek. Igen, ez a posztkolonialista kritikának az, amelyik most a diskurzus, amelyik kezdene behatolni a népnemzeti gondolkodásra. Igen. János? Itt a előadásból is, meg a hozzászólásokból is olyan dolgok kerültek, vagy keveredtek ki, hogy itt azért létezett egy közös nyelv, közös értékalapok, voltak tanítványok, akik tanultak magyarul, volt egy ilyen irredett a behatásokat direkt elkerülő igény mind a két részéről. Ez mennyire atipikus, tehát itt ebben a két világháború közötti időszakban? Teljesen. Ha utána néz valaki a két ország, a két nemzetiségek viszonylag az egyetlen hely, ahol abszolút normálisan tudtak kommunikálni, az a szociológia volt. Hát a Wenzelt meghívták, és egy évet ott tanulmányozta a módszert a Bukarestben. Akkor 35-ben, amikor oda ment, vagy 66-ban, mindegy, akkor már akkora archívuma volt a és nagyon jól rendezett archívus a Guszt iskolának, hogy volt abban mivel tanulni. És azt utólag is a 70-es években is így felemlegette, hogy milyen fantasztikus. Utána ki is ment, ő is Radnára, oly Radnára. Azért kérdem ezt, mert én egy doktori értekezést olvastam Benedek Eleknek a gyermek folyóirat szerkesztő tevékenységére, ilyen gyermekkor történeti munkát, és ugye ez egy ilyen kolozsvári folyóirat volt, és abban a szerző nagyon jellemző módon egy hatalmas értekezésben, kb. 4 sorban, vagy 5 sorban tisztázta azt, hogy Benedek Eleknek voltak olyan szerkesztő vagy szerző társai, akikkel cserélgetett szövegeket, és adott eset román. Tehát, hogy kifejezetten törekedett valami fajta egy ilyen magyar-román híd megteremtésére, ebben valami eredményt is elért, aztán erről többet nem is lehet megtudni az értekezésben, hogy nem létezhet-e az, hogy adott esetben más tudományterületek, vagy a szellemi közéletek más területei is volt. Bartókra is gyanakszom, hogy neki is lehettek román kapcsolatai. Bartó és Brejó kapcsolata. Ez egy közismert. Volt vitájuk is egyébként, elég éles vita volt a román folkloristák meg Bartók között, de... Az nem baj. Nem, csak azt mondom, hogy most volt a transzilvánizmusnak az ideológiára, ugye, amely persze kiderült, hogy ez egy naiv illúzió, amely nagyjából úgy gondolta, hogy Budapest és Bukarest helyett a helyi értelmiség fogja össze. Tehát románok, magyarok, szászok, tehát ez volt a transzilvánizmusnak az ideológiája, és ennek a jegyében próbálkoztak. Hát volt egy-két olyan román értelmiség, aki a magyarokkal kapcsolatban, írók, meg egyebek. Tehát aztán ez úgy 30, hát pont ebben az időben 33-34-ben elhalt ennek. Hát átjönnek, aki átjöhet, átjön Magyarországra, Tamási Áron, meg aztán ez a püspök, ez a, a neve, a történész volt, mindegy, szóval, tehát a Jékeli, Makkai, igen. Átjönnek, és akkor hát lényegében, akik a transzilvánizmusok lehettek volna az apostolok, a magyarban. 33-34 körül megszűnik. Igen. János, akkor nagyon szépen köszönjük. Egy kérdés. Felfigyeltem már, hogy a Caracciolával együtt említetted a Gustit. Na most a Caracciolával együtt. Na most a Caracciola a
antiszemitizmussal kapcsolatos irodalomban mindig úgy jelenik meg, hogy ő az egyetlen prominens román értelmiségi, aki nem volt antiszemita. Ami nem biztos, hogy teljesen így van, de minden esetre vannak előjelzések. Na most a Guszti hogy állt? Mert azért Romániában... Hát, olyannyira nem volt antiszemita, felséggel zsidó volt, úgyhogy... De ez van, akinél fokozza. Ez van, akinél fokozza, mint tudjuk. Van, akinél fokozza az antiszemitizmus. Most viccelünk, de mert ez, a feleség az más ügy, mint a... hanem az, hogy a csoportjában voltak zsidók. Hát a sokat emlegetett Hari abban a szövegben, a Németh László szövegben, és ott a legrokonszemlegesebb figura, akit hogy hívják Németh László, az benne volt a Guszti iskolában, és a Brejúr, tehát a Guszti iskolában volt a kisebb csoportok. És a népművészet, népzene ügyben volt ez a Harry Brauner, annak a Braunernek a, az öccse, aki Franciaországban nagy festő lett, az Viktor Brauner. Igen. Na, ez a Harry Brauner egy fantasztikus, egy fantaszta volt tulajdonképpen. A böhőségnek, ha lehet, ennél böhőjé, mert valaki nem lehet. És persze ez erre jár a legjobban a rút, mert nyilván háború alatt balra tolódik, pedig az elején egyáltalán a Guszti iskolában egy ilyen középutas buli volt, ez nem. Balatorodik, belekerült a Pötöskánú perbe, ami a magyar, a román rajk, és 14 évet ült börtönbe, és kibírta. Persze a magyar népi mozgalomban is voltak zsidók, tehát a Sárközi György a Válasznak a szerkesztője, Németh Lászlóval jobban volt, aztán ott van a Papp Károly, nagyon jó író, ugyebár, aki a zsidó sebek és bűnökben egy ilyen zsidó melkonkulpázást is csinál, egyúttal, hogy vádolja a magyarokat mindenféle, tehát ilyen ővel. Na most, tehát, hogy ez színezi a dolgot, de ez a bonyolítja egy kicsit. Antiszemitek egyik kedvenc szövege a zsidó sebek és bűnök. A Gede testvérek adtak ki most 90 után a zsidósebek bűnöket is. A debreceni kardosok is a népi mozgalommal szimpatizáltak. Tehát bonyolult, tehát teszi egy kicsit a dolgot. Persze, még nem mindenki volt a diagnózat. Igen. Igen. Igen, a falukutatók egy része nem volt. És hát a Balta Miklós társaságban benne volt még József Attila is, ugye? Hát, igen. A fejtő is benne volt. És a változott is bocsánat. Az is változott. Akkor amíg Blumenszent van, addig még egy kérdésem van, hogy a Palasz Múzeum az a Guszti iskolából. Na most ez egy érdekes dolog, hogy a Palasz Múzeum az már a következő évben, amikor a viták folytak, akkor létezett. Tulajdonképpen az történt, hogy a 35-ös, amikor mit láttak Németh Lászlóék is, annak a felgyűjtött adóanyagból készült egy nagy kiállítás decemberben, de 39. decemberére, és akkor Guszti a rájelező ravassággal azt mondta a királynak, hogy magának ennyire tetszik, akkor béke lesz nekik lebontani. Mert a nyilván kiállítást lebontanak. Nem lenne ebből egy folyamatos termő. És én még ilyet életemben nem láttam, hogy 5 hónap alatt összehozták a Szalom Múzeumot. Persze a szellemi előkészítés az megtörtént, mert nem tudták pontosan hova mennek, hogy lebontani egy házat, az ottani mesterekkel lebontatni. Ugyanezek a mesterek munkaerőben felépítették, tehát nem volt egy ilyen hamukázás, hogy gyorsan, és úgy sem veszik észre, hogy kaput a városiak. De minden házat
azok a mesterek építettek fel, akik lebontották abból a faluból. Uh-huh. Úgyhogy ez egy szenzációs ügy volt. Persze volt ennek, Guszti mindig vigyázott arra, hogy legyen egyfajta politikai haszna is, úgyhogy az összes királyokat, elnököket, akik Romániát meglátogatták 36 után, például Bernes, nyilván végig járhat a falvózóban. Nagyon szépen köszönjük, csúszva vagyunk, nagyon szépen köszönjük. Aztán nagyon sokat tanultunk mindannyian valamiről, amiről nem sokat tudtunk. Urai János, kérem. Nekem mindig az volt a benyomásom, többször volt ma falvózóban, vagy gyönyörűzóban, hogy az azután sem változott, mert hogy a kiállítás technikája. Most Viktortól megvonom a szót egy pillanatban, és átadom Urai Jánosnak. Köszönöm szépen, tisztelt professzor, tisztelt professzor urak. Kicsit aggodalmaskodom, nem hiszem, hogy ilyen hatást ki fogok váltani ezzel az előadással. Ennyi kérdést, hogy megjegyzést, mert hogy hát egy korábbi történetről fogok beszélni, de azért igyekszem egy-két olyan pontot elhelyezni, ahol az áthallások körvonalazódnak, és erre a közönségre is talán valamilyen hatást gyakorolnak. 18-19. Század fordulójának közép-európai akadémia alapításairól szeretnék előadást tartani, és azt a kérdést helyezem a fókuszpontba, hogy miért nem létesült Bécsben végül is tudós társaság itt a felvilágosodásnak az idején, ami hát azért egy viszonylag furcsa jelenség tekintettel arra, hogy a regionális versenytársnak számító szellemi központok azért a 18. század közepén, második felében már fix akadémiai kezdeményezéseket tudhattak a magukénak. Nem csak Berlin, ugye mindig a felvilágosult abszolutizmus történetét tárgyaló ilyen felsőoktatási tankönyveket olvasunk, akkor mindig a porosz-osztrák versengés kerül előtérbe, de hát ennél deprimálóbb volt az, hogy a közelebbi, meg a katolikus délnémet térségek is gyorsabban kezdtek, bizonyos tekintetben gyorsabban kezdtek fejlődni, mint Bécs. Gondolok itt elsősorban Bajorországra, ami egy egészen látványos szintemelkedést hajtott végre ebben az időszakban, és hát például az akadémia alapítás is egy ilyen jelzés, amely aztán Kamunicz kancellárt igencsak inspirálta arra, hogy majd Bécsben is legyen valami hasonló, de Erfurt, tehát a Mainzi térség, aztán a nem katolikus, de közvetlenül a monarchiát övező Szász vidék is ilyesfajta kezdeményezéseket tudhatott a magáinak, és ennek megfelelően vált valamelyest ez a megkésettség, vagy ez a hiátus a kortársak számára is érzékelhetővé. És mégsem jött össze a tudós társaságnak az alapítása Bécsben, igazából csak 1847-től létezik a Császári Osztrák Tudományos Akadémia, ami hát még a Pesti Akadémia alapítást is jócskán, vagy a Pesti Akadémia alapítást is jócskán megelőzi, nem beszélve a prágairól, vagy mondom az 1750-es évekre stabillá váló közép-európai német akadémiákról. Ennek a helyzetnek a magyarázatához talán két szálon érdemes gyorsan végigmenni, és aztán megpróbálom ezt a két szálat összekapcsolni, így talán valamelyest kerek lehet a rövid idő alatt is a magyarázat. Az egyik szál az maga az akadémiai mozgalom, meg úgy általában a tudományosságnak a arculatváltása, paradigmaváltása, amely a mondjuk úgy, hogy a tágan értelmezett felvilágosodás idején, tehát már a 17. század közepétől, 19. század első feléig végbe ment, és ami hát egy ilyen történelmi léptékben meglehetősen gyors és több fázisú
színe változása a tudományosságnak, ugye a latinból eljut először egy ilyen közveti felvilágosodás, közvetítő nyelvén keresztül eljut a tudományok művelése alapjában véve a nemzeti nyelvek, a nemzeti nyelven való tudományművelésig, illetve a nemzeti nyelveknek a kiművelésének a programjáig. Ugyanígy a teológiai, illetve vallásos, javarészt vallásos filozófiai megközelítésből részint a természettudományos felfedezéseknek a hatására egy ilyen holisztikus, univerzálista tudományfelfogás a 18. század első felében. Ez egy ilyen köztes fázis, majd pedig utána a szaktudományoknak a mind egyértelmű körvonalazódása és nem is elszigetelődése, de azért markáns határvonalaknak a megjelenése a disziplinák között. Ezek olyan fázisok, amelyek viszonylag gyorsan követik egymást. Ezen fázisok között van egy olyan elem, amely talán kevéssé ismert, és nem tudományfilozófiai, hanem tudománytörténeti színezetet szokott tölteni, sokkal inkább, ha egyáltalán hangsúlyozzák, akkor politikatörténeti szempontból érdekes, hogy a 18. század közepe táján, második felében jellemzően a felvilágosult abszolutista kormányzati kísérletek helyén és idején a tudósok még nagyon billegve az ilyen holisztikus, átfogó tudományfelfogás és a szaktudományok irányába való elindulás között ezek a tudósok viszonylag nagy számban primér, közvetlen befolyást szereznek, kapnak, ilyen lehetőséghez jutnak, politikai folyamatok idézőjelben szakpolitikai, az éppen körvonalazódó szakpolitikai folyamatoknak a meghatározására, befolyásolására, adott esetben eldöntésére. A bécsi udvar például a 18. század második felében, hogy úgy mondjam, tele van olyan főtisztviselőkkel, igen befolyásos tanácsadókkal, akik egyébként egy bizonyos tudomány területhez kapcsolódóan a kortársak körében a legfontosabb egyetemi professzornak, vagy a legfontosabb elméletalkotó munkák publikálójának számítanak. És nem csak az egyházpolitika, vagy esetleg az oktatáspolitika területén igaz ez, hanem a kameralisztika, ugye egy ilyen, ez a közigazgatástan és a közgazdaságtannak valamifajta átfogó irányzata révén a közigazgatásnak a különböző területeibe, a jogi kodifikációs munkálatokba, tehát a polgári és a büntető törvénykönyv megalkotásában és ennek modernizálásában is kulcs szerepet játszanak. Tehát ez a fajta egymásra hatás politikai és tudós szféra között meglehetősen intenzív, és nem csak egy-két ilyen kiemelt égkőre korlátozódik, tehát nem arról van szó, hogy Diderot vagy Voltaire, Szentpéterváron vagy Berlinben egy korábbi generáció idején befolyást szerzett ilyen-olyan, amolyan személyek, sokszor nagyon személyes jellegű befolyásokat szerzett az uralkodóra közvetlenül, hanem ennél lényegesen árnyaltabb, lényegesen tagoltabb szakpolitikai folyamatokba keverednek bele napi szinten ezek a kiemelkedő tudósok. Ez azért ilyen nagyságrendben és ilyen közvetlenül, aztán majd nyilván, amikor már kiépülnek a szakminisztériumoknak a rendszerei a különböző országokban, akkor ez nyilván megkopik és elkülönül valamelyest az apparátus és a tudós világ ismét, vagy
vagy egy más módon 19. században. Ez a 18-19. Század fordulóján elsősorban inkább előtte, tehát a 18. század második felében egy ilyen nagyon furcsa folyamatos együttállás, folyamatos kölcsönhatást jelent, és ez azt gondolom, hogy magára a tudományok művelésére, a tudományos szféra fejlődésére is meglehetősen nagy hatással van. Ez az egyik szál. A másik szál az pedig igazából még annyit ez az egyik szálhoz, hogy ugye ez a fajta folyamatos arculatváltása a tudománynak, a tudományosságnak, a tudósok közösségének, ez tetten érhető, hogyha egyetemtörténeti vizsgálódásokat nézünk, ugye a göttingai paradigma, mint egy ilyen köztes, ugye ez a holisztikus, univerzalista felfogás megjelenik, majd pedig utána a újabb fázisváltást követően a Humboldti egyetemi eszmény egy teljesen másik logikát követ. Szóval, és ugyanezt meg lehet nézni az akadémiák, illetve a sajtó, a könyvkultúra tekintetében, hogy ezek a kis korszakok azért nagyon szépen el tudnak egymástól különülni. Tehát van a tudományos életnek, a tudósok közösségének és magának a tudománynak egyfajta ilyen fejlődési íve az egyik vonalon. A másik szál pedig az, ami Bécsben zajlik, és amely igazából az ottani politikai, kulturpolitikai és általában a szellemi közéletet jellemzi. Én ezt alapvetően az 1750-es évek elejétől 1810-es évek végéig tartó, mint egy két ember öltőnyi időt át ölelő oktatáspolitikai aktivitásokon keresztül vizsgáltam. Hát ez a nagyon tágan értelmezett, felvilágosult abszolutista időszak. Van oka annak, hogy miért ilyen tágan van értelmezve, mert hát bizonyos folyamatok csak akkor zárulnak le, 1810-es évek második felében. Szóval ebben a 7 évtizedben valami hihetetlenül imponáló pezsgés jellemzi az oktatáspolitikának a kibontakozódását, megalapozódását, az uralkodói állami oktatáspolitikának a kialakulását. Gyakorlatilag a oktatás és a pedagógia majd minden fontos kérdése nem csak hogy felmerül, hanem koncepciós erejű válaszok, és sokszor többes számon válaszok születnek, azokat összeütköztetik, bizonyos törekvéseket rendeletileg, tehát akár birodalmi szinten, vagy legalábbis a örökös tartományok szintjén kipróbálnak. És egy nagyon intenzív vita sorozat jellemzi akár az alsó, közép, felsőfokú oktatás megszervezésének a kérdését. Ezt a fajta hihetetlenül színes, gazdag világot kettő dolog nagyon szépen jellemzi, nyilván több is, de most a mi szempontunkból feltétlenül ezt a kettőt szeretném kiemelni. Az egyik az, hogy alig-alig van született osztrák, született bécsi, vagy tehát ott a környéken élő szereplője ennek a 7 évtizednek. Rendkívül nagy a szakemberek exportjának az aránya e tekintetben. Bécsi szívja maga felé a különböző itáliai, délnémet katolikus, elsősorban bajor szakembereket, de szívja el az örökös tartományok cseh és morva részéből is a szakembereket, és szippantja be, tulajdonképpen vegyít egy csomó-csomó szellemi hatást ennek megfelelően. Semmiképpen nem tekinthető, tehát ez a imponáló szellemi pezsgés egy ilyen belső terméknek. Nagyon sok pénzbe is kerül ez, tehát alapvetően azt lehet látni, hogy mind az egyházi vonalon, mind az uralkodói vonalon, az uralkodó
szakemberek kezdenek el oktatással, egyházpolitikával, ezzel kapcsolatos kultúrpolitikával foglalkozni. A másik nagyon fontos jelenség, tehát az, hogy van egy ilyen internacionális jellege ennek a dolognak, másik fontos jelenség, hogy igazából nincs független fóruma, az uralkodótól független fóruma ezeknek a folyamatoknak, nincs olyan lap, nincs olyan, olyan erőpólus, egy erőtér, amely független lenne az uralkodótól. Amint megjelenik egy izgalmas gondolat, amint megjelenik egy akár pedagógia történeti jelentőségű koncepciónak csak a csírája, az azonnyomban bekerül ebbe az udvari körforgásba, állami megbízást kap, állami hivatalnokká válik, ilyen tanácsossá, olyan tankerületi megbízottá, és tulajdonképpen legyen ez szerzetes, legyen ez külföldi szakember, csak akkor terem neki babér Bécsben, hogyha közvetlenül a Hof környékén vállal megbízást. Egyetlen, ugye, hát lennének alternatívák elvileg, hogy hol lehet esetleg ilyen párhuzamos alternatív erőteret kialakítani, szabadkőműves páholyok, benyomul rögtön udvari főtisztviselőket delegálva a páholyokba, benyomul az uralkodó. A folyóiratok világa, a könyvkiadók világa nagyon erőteljesen van e tekintetben. Most melyik uralkodó? Most maga második József? Ez nem csak második Józsefről szól, második Józsefről is, Mária Terézia is, utódja is. Igazából második Lipótról lehet feltételezni, hogy nem feltétlenül ezt a logikát követte volna, de hát ő nagyon picike időt töltött csak ugye a birodalom élén. Ott voltak olyan Carl Anton von Martini nevéhez köthető valódi autonómiákat biztosító politikai törekvések, amelyekből lehet esetleg feltételezni azt, hogy ő egy picit más irányba ment volna. Már Ferenc utána megint nem. Tehát igazából ez egy kontinuitás, amiről beszélek. Nem nagyon van olyan fórum, ahol ettől független államtól, uralkodótól független törekvések hosszasan artikulálódhattak volna. Egyedül ugye az egyház lenne ilyen, de annak van egy reformkatolikus szárnya, amelyet automatikusan magához csatol, és ilyen-olyan megbízások mentén szövetségesévé teszi automatikusan az uralkodó, és mondjuk Feldiger, aki egy szerzetes, vagy Rautenstrauch, aki bencés szerzetes szintén Csehországból, automatikusan olyan reszortot kap az udvartól, amelynek nyomán tökéletes az elköteleződés. Rautenstrauch a bécsi teológiai karnak lesz a direktora és a tantervi reform főfelelőse, Felbiger pedig a népiskoláknak a reformját viszi, és lehetne még ilyen példákat sorolni. Ugye azt is, az is jellemző, hogy adott esetben a nem katolikus jelleget is megváltoztatja az udvar, átkeresztelkedést lesz szükségessé az udvari karrierhez, és így tovább, és így tovább. Egyetlen olyan terület van, amely valóban független az esetek nagy részében az udvartól, ez a kőkonzervatív katolikus szárny, ez viszont mindenfajta előrelépésben, vagy reformban, modernizációs törekvésben totálisan gát, tehát ez meg azért nem tekinthető fontos, ebből a szempontból fontos tényezőnek. Most mindez, ha a kettőt összekapcsoljuk, igazából azt jelenti, hogy van egy olyan időszak, amikor igen erőteljesen politizálhatnak a tudósok, ez akár tehát kifejezetten szakpolitikai jellegű modernizációs törekvéseknek a előre vitelét jelenti, és van egy olyan
helyzet, a császári udvar által előállított helyzet, amikor ez kifejezetten dotálva van, támogatva, van megrendelés szerűen jelentkeznek ezek az igények az udvar részéről, és van nyilvánvalóan egy olyan törekvés, amely minden alternatív lehetőséget igyekszik kizárni, vagy legalábbis távol tartani, amennyire csak lehet. És ez a távoltartás az, amelyik tulajdonképpen egy sikeres stratégia. Bécs úgy marad akadémia nélkül, hogy Prágában 1784-től azért Borbély Nác vezetésével létesül egy aztán jogfolytonos, tehát folyamatosan működő akadémia. A Selmecbányai Bányatisztképző Akadémia mellett azért kialakul egy igencsak nagy nemzetközi neveket tagok között tudó tudós társaság. A Bécsi Akadémia alapítási törekvések, amelyek mindig kudarccal járnak az eredményeként, Roveréto, Tiroltól nem annyira nagyon messze lévő kis észak-itáliai városban működik egy Academia Agiatorum nevű szervezet, Mária Terézia joghián ennek lesz a védnöke, de valójában kikerül a közvetlen látóteréből az udvarnak minden ilyen akadémia alapítási törekvés, és minden ilyen kultúrpolitikai, meg ilyen átfogóbb politikai értelemben vehető alternatíva, alternatív fórum az kikerül az epicentrumból. Mi ennek a következménye? Nos, ennek az a következménye, hogy amikor a reform lendülete a császári udvarnak megszűnik, kifullad, átvált egy konzervatív irányba 1810-es évek közepétől kezdődően, akkor a bécsi szellemi élet és annak a tudományos része leül, és egy szintcsökkenés, egy látványos szintcsökkenés következik be. Tulajdonképpen az a fajta reformkor, amit reformkornak hívunk, csomó-csomó oknál fogva Magyarországon, az egy ilyen meglehetősen sematikus és kevés kiemelkedő eredménnyel vagy törekvéssel leírható néhány évtizeddé válik Ausztriában. Tehát igazából ki írtja sikeresen a reformok iránt, meg a modernizáció iránt elkötelezett udvar az alternatívákat és ennek megfelelően a saját reformlendülete elhalását követően a folytathatóságnak a lehetőségét. Ennyit szerettem volna. Köszönjük most szépen. Első körben mondom. Köszönöm szépen. És akkor meg is nyitnám a tehát, hogyha mondjuk egy Berlin-Bécs összehasonlításból indulunk ki, tehát, hogy akkor tehát ott is a Poén az egyetem alapítás volt, nem akadémia alapítás, és mégis sikerült egy úgy megállapodniuk Humboldt és mások segítségével, hogy az relatíve nagy önállóságot kapott. Tehát, hogy akkor most mi a, de ott is az uralkodóval kellett megállapodni, meg hát a főtisztviselők és a uralkodó közreműködésével tudták ezt végrehajtani ezt az alapítást. Tehát, hogy nem akadémia, hanem nyilván Bécsi Egyetem is volt. Tehát, hogy mi a különbség akkor? Tehát mind a két helyen vannak uralkodók, akik rajta tartják a kezüket az eseményeken, és mégis az egyik esetben egy nagyon fontos szellemi centrum, önálló szellemi centrum kialakul, a másik esetben úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé. Én azt gondolom, a
berlini vonatkozásban, ugye ott létrejön a 18. század elején, majd az elhal az az akadémia, és aztán a 18. század közepén ismét hát létrejön, újra alapítják, újra szervezik, megerősítik, mindegy-egy alapjában véve egy második fázisába lép a berlini akadémia történet, és ennek nyomán kialakul egyfajta pluralitás, egy ilyen plurális konstelláció, az oktatáspolitika, egyetem, stb. És az akadémia vonatkozásában. Az az akadémia, a berlini, az rendszeresen tart gyűléseket, rendszeres kiadványokkal jelentkezik a 18. század közepétől, rendszeresen létesít és aztán azt tartósítja nemzetközi tudósokkal a kapcsolatot, és ő maga is kisugároz, tehát egy csomó-csomó Friedrich Nikolaj révén például, de számos berlini kultúrember, nem feltétlenül tudós sokról van szó, ugye ezek a 18. századi akadémiák tagsága még nagyon vegyes, van abban minden udvari főtisztviselő, orkancellár, könyvkiadó, mindenki, ez sokféle ember, de ezek kisugároznak, jönnek, mennek, és valami fajta olyan erőteret tudnak ezáltal kialakítani, amely így vagy úgy azért mégiscsak különböző elmozdulást, elmozgást, különböző irányú, különböző távolságú elmozdulást tesz lehetővé az uralkodó közvetlen befolyásától. Tehát ott létezik egy ilyen, mondjuk úgy, hogy alternatív tudós világ, és ez azt gondolom, hogy aztán a későbbi felsőoktatási reform tekintetében egy fontos jelenség, vagy egy fontos tényező, hogy vannak ilyen alkupozíciók, kialakulnak bizonyos alkupozíciók, vagy ilyen érdekcsoportszerűségek, ezek nem klasszikus értelemben vett érdekcsoportok, de vannak olyan kis terek, olyan kis játszóterek. Ez nem nagyon létezik. Igazából egyetem van Bécsben, ami abszolút felügyelet alatt áll. Az udvarnak vannak ilyen udvari gyűjteményei, numizmatikai, meg nem tudom, hasonló könyvtár, stb. Stb., amelyek abszolút uralkodói felügyelet alatt állnak, és nem nagyon van ezen kívül kapcsolattartásra egyebekkel lehetőség. Ezt gondolnám így különbségként. Viktor? Nem, csak hangosan gondolkodom, hogy hát ugye a bevezetett problémám, hogy miért, hogy Bécsben miért olyan későn és másutt meg korábban. Na most, amennyire tudom, ugye az az egész akadémiai mozgalom, hogy mondjam, az két nagy forrásból jött. Egyrészt ugye Olaszországba kezdődött egész, és ott a kis, hát, államoknak a helyi értelmiségében, helyi ilyen tudós, nem tudós értelmiségében, tehát értelmiség elitben, korai elitben több funkciót töltött be. Egyik az mindenképpen az, hogy hát néha összegyűjünk és beszéljünk olyan dolgokon, amit mindenkit érdekelnek, mert ilyenekkel foglalkozunk, meg hallgassuk egymást. De hát volt egy nagyon, már kezdetől fogva egy kanonizációs funkció is, hogy hát mutassuk, hogy mi kiválóak vagyunk, mi értelmiségek, mi tudósok vagyunk. Na most ez a funkció, ez másod is megvolt mind a kettőkkel, ez a későbbi akadémiai alapításoknál, de aztán nagyon korán, hát a franciáknál a 17. század közepén bejött ez a funkció, hogy ez egy állami, illetve ez egy nemzeti intézmény. Na most innen a kérdésem, hogy az, hogy Közép-Európában, például Magyarországon már korábban megalakult, ez nem a nemzetépítés teljes klasszikus fázisa, ahol úgy kezdik, hogy nemzeti intézményeket, még pedig nagyon látványos, tehát jól reklámírozható nemzeti intézményeket
építünk ki. Most ennek mindig nagyon fontos része volt az egyetem, természetesen Magyarországon is. És a másik, meg egy csomó ilyesmi, a Nemzeti Múzeum, Nemzeti Könyvtár, ugye, Magyarországon is azért a múzeum mögött ott volt a Széchenyi-féle könyvtár, és az rögtön ilyen nemzeti könyvtár funkció. Tehát nem, az, hogy Bécsben ez kevésbé másképp történt, ez nem azért volt-e, hogy nem volt ez a funkció, ez a nemzeti szellemi infrastruktúra építési funkció. Mert hogy azt a udvar úgyis magának tartotta fönn ezt a funkciót. Igen, ezt váltotta fel a birodalom építés. Nem nemzeti alapon, hanem birodalmi alapon természetesen. Igen, tehát ugye voltak ilyen törekvések. Poroszországban is, hát a Porosz Akadémia nyilván egy ilyen nemzeti funkciót, a Porosz ugye, mint a német nemzet nagy megtestesítőinek a funkciója. Ugye bejön egy olyan általánosabb, egyébként mondjuk az akadémia az bizonyos értelemben, ha megnézzük ezeket a klasszikus, korai olasz akadémiákat, az bizonyos értelemben egy ilyen ellenintézményesülés. Tehát, hogy ugye vannak az egyetemek, amelyeket egyrészt uralnak a hagyományos középkori tudományágak, meg ottan a papok ottan táncolnak, és akkor ez a rendes, hogy mondjam, modern, szekuláris értelmiség a várépítészektől a művészekig, azok, tehát ez egy ellenintézményesülés ilyen szempontból. A franciákban is teljesen. Igen, de hogy bocsáss, hogy csak befejezem a kérdésemet, mert csak most a Viktorra reagáltam, hogy van azonban egy olyan általánosabb kérdésem is, hogy a nem csak akadémia nincs. De azt mondtad, hogy hát itt a szellemi élet, vagy ilyen intellektuális kiválóságok koncentrálódnak Bécsben. De közben, hogyha megnézzük, hogy ugye ez az időszak, ugye a klasszikus német filozófiának a nagy virágkora, és ha én most így hirtelenjében belegondolok, a klasszikus német filozófus közül egy sem működik Bécsben, tehát mindenki valahol másutt. Na most az a kérdés, hogy ennek nem, tehát nem éppen az-e az oka, hogy a Bécs és az egész hivatalnokosodása a tudománynak, ez inkább azokat az embereket vonzotta, akik ilyen tanúigazgatással, meg kameralisztikával, meg nem tudom én mivel voltak képesek foglalkozni, és a igazán nagy elméleti, tehát ilyen, mint a Hegel-Kant típusú emberek, azok meg inkább máshogy vannak, ahol, hogy mondjam, a szellem napvilága, vagy a szellembecsülete, hogy mondjam, nagyobb, mint a hivatali lakhasznosítható dolgoké. Ez biztos, hogy így van. Vannak olyan emberek, megpróbáltam én ezeket a személyeket így valamilyen szinten szisztematikusan gyűjteni, hogy kik tűnnek föl egyik-másik vitában, vagy az akadémia alapítási törekvésében.